Sziasztok! Magyaros gombaleves fogok csinálni, amit úgy kezdek el, hogy ez ilyen kis guszti húsos füstölt szalonna. Ezt lemértem, ez 13 deka. Ebből szépen kockára fölvágom és lepirítom, és ugye ezen kezdem el a pörkölt alapot készíteni. Tehát egy ilyen füstölt szalonnás pörkölt alappal indítom, és úgy szoktam, hogy főleg ha vastagabb a szalonna, akkor még jobb, hogy nem vágom le a bőréről először, hanem csak itt szépen fölkockázom, és így az oldalára állítjátok, és akkor így le lehet róla így vágni a kockákat, és könnyen lejön, csak ennek most puha a bőre, de csak azért mutattam meg, hogy ez egy tök jó technika, mert ezt meg, hogy így alávág az ember, ezt azért nem ajánlom, mert itt nagyon könnyen megcsúszik a kés, és le tudjátok darabolni a kezeteket, de hát ha már valaki biztos a dolgában, akkor így is szépen tök gyorsan föl lehet kockázni, és látjátok, akkor így a bőréről le lehet vágni. Természetesen a bőrét is beledobom, mert a jó kis füstölt íz azon is rajta van. Amíg pirul a szalonna, addig összevágok egy fej vöröshagymát finomra, és majd az is, ha kipirult a calcsi, akkor megy rá a zsírra. Igazán. Ugye ebbe fogok tenni egy nagyon pici zöldséget is, majd egyszer csinálok egy tejfölös gombalevest is, abba szinte semmi nem kell, csak a gomba, meg hagyma, meg a fűszerek. Egy gereszt fokhagymát fogok összesen beletenni, azt is már akár most megvághatom, de azt majd a hagyma pirításánál még nem teszem bele, majd csak ha már föl lesz öntve a lé. Ez egy ilyen 75 dekás gombacsomag, de körülbelül egy fél kilónyit fogok felhasználni, mert ezeket a kis nagyon pici cuki gombákat, ezt már megmostam, meg leszedegettem így róla a földes részeket, persze ilyenkor mindig pont egy olyat fogok ki, amin még van. De a lényeg, hogy ugye a vágás közben úgy is átnézem, hogy ezeket a piciket, ezeket ilyen grillzöldséghez, tehát hogy ha csinálok köretnek, akkor elteszem, és akkor ma vagy holnap, ugye mosás után ez egy napon belül teljesen meg fog barnulni. Szóval ezekből elteszek egy 20 dekányit, és csak az ilyen nagyobbakat szépen földarabolom, amíg így a hagymás alap elkészül. Ha már kiszedegettem belőle így egy ilyen 15-20 dekányit, és amit mutatni akarok, hogy csak ilyen négy felé vágom, vagy ha nagyon nagy, akkor hat felé a gombát, mert ha nagyon vékonyra fölcsapkodjátok, akkor a levesbe szinte elvész, és az nem annyira jól néz ki. Tehát bocsánat. Tehát csak így simán így fogom, és így négy felé tönköstül mindenestül földarabolom. Na most már a hagyma is szépen lepirult. A sót elfelejtettem még rátenni, egy ilyen teáskanálnyi sót teszek rá első körben. És akkor a gombát most, ugye a pirult hagymára szépen ráteszem. És ezt ugye annyira lepirítom, ez most fog engedni egy csomó vizet, annyira lepirítom, hogy a elfője levét, mint a gombaszotét csinálnék, majd arról fölteszem a videót, hogy a tartósításra a legegyszerűbb, ha így lepároljátok a gombát, és el lehet tenni akár mély hűtőben is egy hétig eláll. Jó, szóval lényeg, hogy ezt most jól lepirítom, és elfőzöm a levét, hogy visszapiruljon. Addig, majdnem megállítottam, egy ekkora darab sárgarépát megpucolok, meg most ilyen zöld zellert tartom, ami van zöld szár is, úgyhogy most egy ilyen szálat beleteszek, amúgy meg tennék bele egy 5-10 deka gumót, mert ugye most augusztus 20-a van ma, és tegnap bementem a Lidlbe délbe, és már nem volt semmi. Tehát hogy ez is vicc, hogy egy egynapos ünnepnél így megőrülnek a magyarok. A fokhagyma, az egy gereszt fokhagyma, az viszont már most belemehet, mert most már nem ég meg. Ezt meg összevágom szép apróra, meg egy ilyen csokornyi petrezselymet is. Na, összevágtam az ellert, meg a répát is, a szár részét ilyen kis pici apróra, és a zöldet, meg a zellerzöldet, meg a petrezselyem zöldet, azt együtt finomra vágtam. Abból most kiszedek egy keveset, mert majd csinálok egy ilyen kis, hát fás galuska, hát sima, mindegy, ilyen petrezselymes levesbetét, tehát hogy petrezselymes zelleres, tehát ebből keverek ki egy kis tésztát, és most bele fogom szaggatni, és egy pici paradicsomot, meg egy étkezési paprikát kéne belevágni, de megint csak képzeljétek el, kettő darab paprika volt az egész Lidlbe, azt meg beletettem a csülkös pacalba,
Úgyhogy van itthon ilyen reszli erős paprikáim, most ennek ki fogom vagdosni a erét, és abból egy ilyen paprikányi mennyiséget összevágok, ami azért jó pofa, mert ennek még más íze is lesz tőle a levesnek, tehát egy kicsit ilyen pikánsabb lesz, hogy ilyen zöld paprikát teszek bele, nem pedig sima étkezési paprikát. Na, szépen elfőtt a levét a gomba, és most teszek bele 3 teáskanál fűszerpaprikát, és ízlés szerint, ugye ki mennyi borsot szeretne, őrölt borsot. Elkeverem a fűszerpaprikát, ugye, hogy a zsír egy kicsit föl oldja, és vízforralóba tettem fel vizet. Hideg vízzel is, meg sima meleg vízzel is föl lehetett, csak meleg vízzel is önteni. Csak így gyorsan, szépen köröntöm most vízzel, hanem egy forró vízzel. Ez 1,2 liter volt, és a közben összevágott paradicsom, paprika, répa, zellerszál, petrezselyem és zeller zöld is mehet bele. És forrás után fogom megkóstolni, hogy mennyire sós. És ezt most szépen felforralom. És az előbb már leütöttem egy tojást meg petrezselyemet, ebbe teszek lisztet. Na, elkevertem a tojást a petrezselyemmel, teszek bele egy picike sót, és annyi lisztet, hogy egy ilyen sűrűbb tésztát kapjak. Ezt most nem ilyen galuska szaggatón fogom beleszaggatni, hanem egy kis kanállal, csak ilyen kis, nagyon kis palatnyi cuki tészta golycsikat fogok. Most jól elkeverem. Nem kell nagyon keményre, egy ilyen állagú. Tehát a Nokedlinél hát egy picit keményebb állagú tésztát kevertem, és most fogok egy ilyen kis mokkás kanalat, és amíg megfőnek a levesben a zöldségek, már forr is, ezért szeretem forró vízzel felönteni, addig ezt szépen beleszagatom ebbe, ha csak tojás van, ez nem tud szétfőni, tehát ezt nyugodtan, bátran lehet vele dolgozni. És egy ilyen kis pici mokkás kanállal így kihúzom ide a szélére, és akkor ilyen kis, nagyon pici, kis cuki galuskákat szaggatok belőle. Látjátok, ez egy kicsit meg fog majd a levesben dagadni, és ennyi. Nem csak túl nagyokat, hanem ilyen kis, és végül is az időmbe belefér, mert ez most megnéltek kezdve egy 10-15 perc alatt megpuhul benne a zöldség, és kész is van. És nagyjából ennyi, akkor még utóízesítem leginkább sóval, és kész van, és tároláskor tejföllel fogom tálalni. Na, láttátok, milyen piciket szaggattam, és nézzétek meg, hogy ilyen tök jó pofán, ilyen szép, hát ilyen nagyobbra ugye betagad. És mondom, ha nem tesztek bele vizet, akkor nem is tudjátok szétfőzni. Tehát hamar átfő, de ez nem megy szét. Tehát ezt most nyugodtan készre főzöm, a végén megkóstolom, teszek még bele sót, ha kell, és kész van a leves. Na, kész van, le is zárom. Nézzétek meg ezzel a... Nem is tettem bele több vizet, azzal az 1,7 liter vízzel. Egy ilyen sűrűségű, szerintem tök gusztusos, mert ami benne van, mindegyik más színű, tök jól néz ki. Tök jó leves kaptunk. Megkóstoltam, sót se tettem bele. Jó, tehát most a kóstolást kihagyom. Ebből egy adagot, ha az ember kiszer, tárolásról egy kis tejfölt, aki szereti, tehet bele, és egy tök jó laktató, és szerintem egy nagyon jó áron elkészíthető leveska, és nagyon-nagyon finom is. Jó? Úgyhogy ezt is nyugodtan bátran, és gyorsan megvan ráadásul, tehát egy fél óra alatt össze lehet dobni. Úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajátok, sziasztok!